Mivel heti lapnál dolgoztunk, nem volt szükség a folyamatos szerkesztőségi jelenlétre, tehát trendi szóval éve home office-ban dolgoztunk, úgyhogy itt tehettük meg azt, hogy leköltöztünk egy őrségi kisfalunak a utolsót, a faluszéli házába, ami egy nagyon jó döntés volt, egy egész más életminőséget jelent. Ott írtam meg például a regényemet is az őrségi házamnak a téli kertjében. Mindig úgy léptem be a téli kertbe, hogy imádkoztam, hogy kapjak történetet, humort, mondani valót, ami fontos ahhoz, hogy menjek tovább azon az úton, amit Isten kijelölt számomra. Szabad akaratunkból ne semmi nem történik? Kérdezte Attila. De, nagyon is. Hogy az embernek milyen lesz az élete, nagyban függ attól, hogy miért akar. Tud-e, akar-e tisztességesen küzdeni célokért? Valamiért és nem valami ellen. Vagy gyenge és a legkisebb ellenállás felé elmozdulva, mindig a könnyebbnek látszó utat választja. Aki keresi a jót, aki vágyja és adja is a szeretetet, aki tud vidáman hinni Istenben, annak elmúlnak a kétségei. Akinek elmúlnak a kétségei, az nem fél többé. Aki pedig nem fél, az él. Bekerültem kórházba Budapesten egy fülzúgással, eléggé unalmas volt. Úgyhogy elkezdtem e-mailen a barátaimnak írni a kórházi élményeimet, és leírtam, ahogy például egy kórházi misén részt vettem, ahol én voltam a gyülekezet, tehát én mentettem meg az aznapi kórházi alkalmat, úgyhogy ez is egy érdekes emlék, és benne van ebben a könyvben, aminek az a cím, hogy Angyali Szteroid. A második könyvem, amit az őrségben írtam már, az pedig a Dolce Coma. 20 embert felhívtam, annyit mondtam, hogy most én fogok mondani egy szót, és vágd rá az elsőt, ami eszedbe jut. És a 20-ból 16-an rávágták, hogy vita. Tehát akkor gondoltam, akkor jó, ha dolce vita, akkor annak az ellentetje a kóma, hogy az édes kóma azért az elég furcsa. Volt egy olvasónk, egy hölgy, aki nagyon kedveltem, személyesen is ismertem, még az újságnál volt olvasónk, és nagyon vidám ember volt, aztán megbetegedett, és a legsötétebb óráiban a könyvemmel nyugtatta a lelkét. És én itt arra gondoltam, hogy ha 2000 példányban kinyomtuk ezt a könyvet, vagy annyiban jelent talán meg, nem tudom, hogy mennyi kelt el belőle, de ha csak emiatt kellett ezt a könyvet megírnom. Ha én emiatt imádkoztam minden nap, amikor írtam a könyvet, hogy valamit le tudjak tenni az asztalra, akkor nem is jó szó, hogy már megérte, hanem akkor nincs hiányérzetem. Január 2005-ben Pesterzsébeti rendőrkapitányság fogdáján feküdtem, szétütött fejjel, kitört foggal, és egy ukrán fickóval voltam egy cellába, akit körözés alapján éppen akkor hoztak be mellém. Ekkor elég cefetül éreztem magamat, egyébként egy ilyen szurkolói rendbontás kapcsán kerültem be. Nyilván borzalmas élmény volt, fizikailag is fájt, illetve lelkileg is, hogy kerülhettem ide, szégyent hozok a szüleimre. Nem voltam rendszeres templomba járó, hogyha megkérdeztek mondjuk egy beszélgetésben, hogy hiszel-e Istenbe, akkor rávágtam, hogy természetesen hiszek Istenbe, hiszen ebben a családban, meg ilyen neveltetéssel, meg hát hiszen konfirmáltam is, akkor nyilvánvaló, hogy hiszek Istenbe. De évtizedeknek kellett eltelnie, amíg rájöttem, hogy valójában nem hiszek Istenben, nincsen semmilyen élő kapcsolatom Istennel. Úgyhogy idővel elkezdett egy űr kialakulni bennem, és ezt az űrt akartam valahogy betölteni, ez volt a hitemnek a keresése tulajdonképpen. Volt, hogy például egy szombatesti buliból nem haza sem mentem, és úgy estem be egy istentiszteletre pont a Bécsi kaputére, mert már kerestem a kapcsolatot, és lehet, hogy az most így profánul hangzik, de mondjuk erősen ittasan érkeztem erre az istentiszteletre. Hát nem ott találtam meg Istent, és nem ott talált rám ő, de ez már annak volt az időszaka, amikor kerestem. És ha már szóba került ugye Bandi nagybátyám, hogy vele is sokat beszélgettem erről, mert éreztem ezt az űrt, és az ő erős hite, úgy gondoltam, hogy az nekem is segített. Azt mondta, hogy majd ki fogom zárni azt, ami nem az én dolgom a világban,
és akkor szépen helyre fog állni minden. Azt hozzá kell tennem még, hogy anyai nagymamámtól is nagyon sokat kaptam. Ő egyszerűen neki egy olyan magától értetődő természetes hite volt, és Jézusról úgy beszélt, mint hogyha egyébként ott ülne mellette minden nap. És ezt én így csodáltam is, az idővel pedig irigyeltem. És akkor elárasztott Isten a kegyelmével és a létének a bizonyosságával. Azt mondják sportban, hogy egy kupát vagy egy bajnokságot megnyerni, az mindig könnyebb, mint utána megvédeni ezt a bajnoki címet. És valahogy a hitemmel is így volt, hogy ez így megvolt, olyan öröm, happy minden, Isten megtalált, én megtaláltam, örülök, hogy akkor hiszek, erről írok. És utána, mivel nagyon sokat dolgoztunk, folyamatosan szinte szabadság nélkül, és valahogy amikor az ember szellemileg, idegileg le van terhelve, akkor kiszolgáltatottá válik rossz gondolatoknak. Akkor kezdtem el minden este elővenni a Bibliát. És az az érdekes, hogy ez a mélybe zuhanás, ez szinte egy pillanat alatt megtörtént. Ez az íve, hogy így le, és a kijövetel pedig hosszú volt. De azóta tudom, hogy ennek is oka volt, és ezt is meg kellett élnem ahhoz, hogy én most egyáltalán itt ülhessek. ...2018 tavaszán kezdtem el a Szent Gotthárdi Evangélikus Gyülekezetbe járni, és azt kezdtem érezni, hogy olyan sokat kapok ott a lelkészünktől, Zsuzsától, hogy ahogy régen én a meccseket vártam, úgy most a vasárnapokat várom, vagy az alkalmakat, a közös alkalmakat, aktuális kérdéseimre, vagy amik foglalkoztatnak, vagy lelkileg megérintenek, olyan szinten kapok pontos választ, hogyha Zsuzsának külön pontokba szedve leírnám, hogy erre válaszol, akkor se lehetne pontosabb az, amit ő a szószékről igehirdetés közben nekem mondani tud. Tehát így lettem tagja ennek a gyülekezetnek, és utána fölkért, hogy legyek presbiter, és nyilván megtisztelőnek gondoltam. Most van még egy másik, hogy munkatársképzőbe is jelentkeztem. Miért érezted fontosnak? Mindig bennem volt az, hogy másokon valahogy segíteni. Ez nem lehet egy öncélú dolog, hogy én kielégítsem az én segítő vágyamat. És egy istentisztelet után láttam egy szórólapot, ahol ott volt, indítja az egyház ezt a gyülekezeti munkatársképzést, és kifejezetten ugye az egyik szakirány az a szeretett szolgálat, ahol jól emlékszem azt írták le, hogy megtanítanak arra, hogy segítsél jól. Ahogy ott ültem a templomban, néztem az oltárképet, és Jézus megszólított, és azt mondta, hogy nincs más dolgod. És imádkoztam, jó, rendben, Uram, mondtad, hogy nincs más dolgom, de most már valamit akkor légy szíves, futasd nekem. Nem telt bele 5 perc, és egy barátom hívott telefonon, akivel hónapok óta nem beszéltem, és egy olyan megbízással keresett meg, ahol nincs más dolgom, mint a hitemről írni. Én 41 éves vagyok, és a statisztikák szerint már a B oldal forog nekem is, ugyanakkor azt érzem egész biztosan, hogy az életem az úgy most kezdődött el. És fontos számomra, hogy hiteles keresztényként tudjak élni. Ez együtt jár azzal, hogy felülvizsgálom a korábbi hibáimat. Nem presztízsveszteség belátni tévedést és elnézést kérni. Azzal a tudattal teszem a dolgaimat, hogy bízom benne, hogy amikor Isten ott lesz, akkor azt fogja mondani nekem, hogy hát Mátyás, jó emberem voltál, gyere be itt a helyen nálam.